Sziasztok! A mai napon tengerparti képek festéséről szeretnék beszélni. Amint látjátok, hoztam két fotorealisztikus stílusban megfestett képet. Erről a képről már készült videó, úgyhogy ezt megtaláljátok a csatornán. És akkor kezdjünk neki. Az első lépés, hogy a fekete festéket azt rakjátok félre, mert fotorealisztikus képeknél nem ajánlott használni őket. És természetben nem nagyon fog fekete, az árnyékok is sötét kékek, sötét barnák, mindenek. Jó, a második lépés is ugye hát neki kezdeni a festésnek, hogyha minden felszerelésetek meg van is, úgy érzetek, hogy belevágnátok, akkor érdemes eldönteni, hogy milyen sorrendben szeretnétek megfesteni az elemeket, amelyek szerepelnek a képeken. Ezeken a képeken, amiket én választottam, kevés az elem, tehát itt a messzebbi elemektől a közelebbi elemekig érdemes haladni. Tehát a legmesszebbi elem, ugye az ég. Viszonylag sötétek ezeken a képeken az egek, tehát érdemes a legsötétebb kéktől haladni a világosabb kékek felé, és a végén egy nagyon vékony fehér csíkot húzni a vízpárának, ami ugye a víz felett lebeg. Ezen a képen jobban látszik, itt van egy kis vízpára. A második elem, ugye maga a tenger. Ugye a tenger a vízpár alatt egy sötét kék csíkkal kezdődik, majd itt már érdemes kisebb ecsetvonásokkal keverni a kéket és a zöldet, és különböző állinataikban. Ugye az ég még ugye egy színű, és ugye egy lapos ecset oda-vissza kell húzni, hogy egyenletes legyen. A tengernél már elég kisebb ecsetvonásokat húzogatni, és ahogy közelebb érünk egyre világosítani, így gyakorlatilag a tengerfenék van megfestve, világos kékkel és egy nagyon pici világos zölddel. Majd ezen a képen ugye magát a szigetet festett meg, itt a víz alatt ugye a tengerfenék az egy ilyen fehéres okkersárgás alappal van megfestve, mivel hogy ugye megcsillan rajta a napfény, és erre van ráhúzva sok apró kék-fehér vonal a maga a tengervíz. A másik képen itt ugye ez egy Maldív szigeteki kép, itt nagyon világos, világító zöld színe van a víznek. Nem tudom, hogy mennyire látszik a színe a kamerában, lehet, hogy nem. Illetve itt annyi sajátosság van a képnek, hogy itt a háttérben végig volt egy sziget sáv, ami egy ilyen barnás, kékes csíkkal próbáltam érzékeltetni. Igen, itt a fő elem egy stég, és amellett egy palapa. A palapának a lépéseit azt szépen látjátok a videóban. A stégnél annyit mondani kell, látszik is a videóban is, hogy ugye főleg fehérből, okkersárgából, sötétbarnából kevertem ki a színét, illetve kicsi kékből, és ennek a résznek igazából az a titka, hogy mindig egy picit más árnyalattal húzd meg a következő deszkát, és akkor így elválnak. Volt a képen még itt egy háló, amit felfestettem, aztán lefestettem, mert nem tetszett. Úgyhogy nyugodtan tértek el a képtől, és ti is fessétek át, ami nem tetszik, vagy úgy érztek, hogy nem sikerült elég jól. Ki lehet hagyni elemeket. Jó. Igen. Ezen a képen pedig ugye látszik egy kis sziget, ami egy ilyen homokbarnával van ugye megrajzolva, és ugye a legközelebbi elemek jönnek utoljára, ugye a fák, pálmafák. Biztos, hogy fogok pálmafákat rajzolni még ezen a csatornán, mert rendszeresen újra is újra előkerülnek. Az én pálmafáimnak annyi titka, hogy először mindig sötét kék, sötét zölddel húzzam be leveleit, majd erre kezdem el rájönni az egyre világosabb, egyre fényesebb területeket, amíg el nem jutok a citromsárgáig. Úgyhogy ennyi lett volna mára. A esetleges háttérzajokat elnézést kérek, de felújítnak a szomszédomban. Úgyhogy amiért külön örülök így a karantén idején, de hát
ha látok is felétlen, gondoljatok arra, hogy, hogy igazából tényleg ezt az időszakot legalább erről ki tudják használni. Úgyhogy szép hétvégét és kellemes húsvétot kívánok mindenkinek!